Dr. Herman Robert történész professzor kerestük fel 13-on a Hadtörténeti Múzeumban. Őt kérdeztük az aradi vértanúkról, interjút készítettünk, és vele együtt emlékeztünk. Rendkívül élményrészesei voltunk, hiszen a korszak kutatójával folytathattunk beszélgetést a dolgozószobájában. Nagyon érdekes karakterek, főleg Damian is, ugye a hősök hőse, a legnépszerűbb. A Péter tragadta meg a személyisége, ő az imát is áttanulmányozta. Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgass meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet! Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben, te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliának, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Tanár úr, engem az érdekelne különösképpen, hogy ugye azt ismerjük, hogy Damjanics milyen tehetséges volt a hadszíntéren, de arról mi diákok keveset tudunk, hogy a magánéletben ő neki milyen habitusa volt. Igen, hát ugye nagyon szerette a feleségét, ami persze nem annyira kiemelkedő dolog, mert normális esetben az ember nagyon szereti a feleségét, de Damjanics például az anyósát is szerette, ami azért már viszonylag ritkán. Tehát amikor levelet írt a feleségének, akkor mindig megkérdezte, hogy hogy van a drága mama, hogy van a kedves mama, és úgy tűnik, hogy ez nem szerep volt részéről, hanem valóban érdekelte őt. Ugye egy nagyon érdekes személyiségről van szó, talán a legérdekesebb az aradi vértanúk közül. Ugye egy ilyen nagy herkulesi termetű grizzly medve, mackónak azért nem nevezném semmi esetre sem, aki nagyon gyengéd érzelmekkel tudott viseltetni a felesége iránt, nagyon szerette a kulináris élvezeteket, nagyon szerette a vörösbort, ahogy említettem. Borzasztó közvetlen volt, tehát ugye tábornokként is rendszeresen megtette, hogy a csapatai között járva megkérdezte, hogy kinek van igazán jó gulyáshúsa, és akkor ugye oda ült megenni. Az illető legénység nem feltétlenül járt ezzel jól, mert ugye Damjanics képes volt egy fél kondérnyi gulyáshúst magába tömni minden további nélkül. Nagyon szigorú katona volt, tehát ugye jellemző, hogy a katonái mondjuk közelben vagy csatában jobban féltek az ő pofonjaitól és fenékberugásaitól, mint az ellenséges golyózáporttól vagy az ellenséges szuronyrohamtól, és hát valóban a tűzbe mentek volna érte, és éppen emiatt a közvetlenség miatt viszont nagyon szerették is. Ugye Kossuth úgy nevezte őt, hogy mindörökké győztes, tehát Semper Victrix, és valóban azt mondhatjuk, hogy azokban az ütközetekben és csatákban, amiben ő részt vett, abban a magyar hadsereg mindig győzelmet aratott. Amiben nyilván ennek a borzasztó rámenős természetnek is nagy szerepe volt. Nagyon szerette egyébként, amikor a szép nem udvarolt neki, mert hát ugye ezeket a jól dekorált és híres katonákat akkor is körül rajongták a hölgyek, és a jó barátja, a szintén kivégzett Leiningen-Westerburkáról ilyenkor megkérdezte tőle, hogy hogy van a nejed, kedves János, és akkor mindig megrázta magát. Tehát egy nagyon, nagyon szeretetre méltó, nagyon kemény katon volt, és ugye az egyéniségéről éppen a feleségéhez írott leveleiből tudunk viszonylag sokat.
Ugye általában egyébként a vértanúk életpályájának a feldolgozásával az egy komoly gond, hogy nagyon kevés után maradt fönn igazán személyes dokumentum, és éppen ezért is nagyon fontosak ezek a levelek. Sajnos 48 előttről ezek nem ismertek, tehát 48 tavaszától vannak meg először, amikor arra a bizonyos itáliai kiküldetése indult, de utána is a szabadságharc egésze alatt végig leveleztek egymással. És általában kb. 48 előttől összesen egy levele ismert Damjanicsnak, amit az egyik arab megyei politikus ismerőséhez írt, és amin azon panaszkodott, hogy hát csak a hülye ugyancot küldenek hozzá, pedig hát küldhetnének hozzá valami kiképzettebbet is. Ugye nagyon, nagyon haragos tudott lenni, tehát hogyha valaki megmérgesítette, akkor hát az illetőnek nem nagyon volt előtte megállása, és jellemző, hogy amikor kinevezték még honvédő nagyjáv harmadik szegedi zászlóhajhoz, akkor ugye összesúgtak ott mögötte, hogy az ördög úr biztos a Rácz testvéreivel tart, és akkor küldtek hozzá egy küldettséget, hogy a következő csatában le fogják ülni átulról, hogyha nem mond le a zászlóhaj parancsnokságról, és ugye úgy intézte a dolgot, hogy az egyik küldött, az kapott egy nagy pofont, és átesett a tornásznak a túlsó oldalára, fejjel a virágos kertbe, a másikat pedig felébe rúgta, és ugye az pedig némi örökpálya után szintén ugyanott végezte, és mondta, hogy adjátok által, ez a válaszom annak a sok prókátornak, mert ugye rengeteg ügyvéd bojtár is volt a legénység között, és utána pedig állítom azzal győzte meg a legénységet, hogy kiállította őket, és elkezdett áronkodni, és ugye olyan cifrán tudta mondani a különböző átkokat és egyebeket, hogy meggyőződtek, hogy ez csak rendes magyar ember lehet, mert aki a szent testvéreivel tartott, biztosan nem tud ilyen módon hát különböző szenteket és a jó Istent, és én nem tudom micsodát emlegetni. Esetleg tudom nekünk arról beszélni, hogy mi történt a tábornokok családjával, ugye a kivégzésük után, hogyan folytatott az ő életük tovább? Hát ugye a tábornokok egy része nős volt, egy része alaplegény, tehát például Auglik Lajos után nem maradt senki. Ugye Damjanicsnak az özvegye, ő azt lehet mondani, hogy belekerült a nemzet özvegye szerepébe, tehát ő egy ilyen erkölcsi útmutatója volt a magyar asszonyi társadalomnak, és az 1850-es, 60-as évektől kezdve különböző ilyen civil szervezeteknek, Magyar Gazdaszonyok Egyesületének és egyebeknek volt a vezetője, illetve a szervezője Batthyány Lajos grófnővel együtt. Ugye viszonylag hosszú élettel áldotta meg őt a sors, és tehát nem ment ugye újra férjehez, és mindvégig nagyon nagy szeretettel ápolta a férjének az emlékét, rengeteg tárgyat adományozott, például az Aradon felállított Erekje Múzeumban. Maga ez az ima is, amit az előbb felolvasott a kolléga, ez is az ő adománya révén került be az arab gyerek. A felesége, ő egri származású volt, a házasságukból született két lány, és hát ugye a legenda szerint, ami nem tudom, akár még igaz is lehet, 48. szeptember, vagy 49. szeptember, októberében vagyunk, a felesége, kapitányfi Kata mondta, hogy hát kedves Kál, én most nem tudom, hogy veled mi lesz, de Egerben születelni kell, én hazamegyek. És hát leszületeltek, mert ugye valakiből meg kell élni, és ott viszont a lányokat Bartakovics Béla egri is érsek volt az, aki felneveltette és támogatta, és egyébként a Knézics család lányágon az már egy is tovább él, tehát nagyon érdekes, hogy minden évben tartanak egy Knézics családi találkozót, ők a tetejében a színjeiekkel is rokonok, és hát nem is tudom, óriási számban szoktak ezeken a találkozókon megjelenni. Kisernőnek ugye lányai voltak, illetve volt egy házasságon kívüli kapcsolatból származó fia, Turáti Ernő, nagyon szép végrendeletet írt velük kapcsolatban, ugye a feleségei, amikre már meghaltak, több házasság is volt, tehát utána nem maradt özvegy. Schweider József borzasztó megható leveleket írt, illetve végrendeletet írt a feleségének, Domicella Divinszkának, neki is lengyel volt a felesége, utána is nagyon sok gyermek maradt. A fia egyébként szintén ott ült Aradon, mert hogy honvédtisztként ugyanakon a huszár ezredben szolgált, mint aminek az apja volt korábban az ördnagya, majd pedig az ezredese. Itt hagytam ki, most gondoltam rajta, ilyen krízis, nagy Sándor, de nem csak úgy kívánna eltölteni. Igen, törökik, mert ezt nem volt. Rengeteg mindent tudunk akkor azért a dokumentumokból. Így van, és hát ugye hál' Istennek egyre több mindent, tehát ugye folyamatosan kerülnek elő újabb és újabb adatok. A Merényi Metzger Gábor nevű kollégám volt az, aki azt lehet mondani, hogy amit a vértanúk születéséről ki lehetett deríteni, sok esetben még a születési helyünk is
bizonytalan volt itt, illetve amit a házasságukról azokat az adatokat összeszedte, de néhány éve az Aradi Erekje Múzeumnak, amely jelenleg a MÁN tulajdonban van, annak az anyaga is feldolgozásra kerülhetett. Közösen román és magyar múzeológusok tettük ezt meg, és például több levél került elő a börtönből, Lázár Vilmostól, Kis Ernőtől, Lenyin Eszterburg Károlytól. Néhány éve került közgyűjteményre a Nagy Sándornak az egyetlen ismert búcsú levele, amit a sógorához írt. Tehát itt egy folyamatosan bővülő tudásról van szó, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek az emberek az életüket áldozták a hazáért, tehát meg is érdemlik, hogy végre mindegyikükről mondjuk szülessen egy életrajz, és hogy ne csak emlegessük őket, hanem ennek az emlegetés mögött tényleges tudás is legyen. A vértanúságra, a vértanú szóra visszatérve, Sarolta tervezett tanárulhoz egy kérdést ezzel kapcsolatban, szívesen foglalkozik egyébként Görgeivel is, és indul majd a Történelmi OKTV-en. Sarolta, itt az alkalom, hogy tanárulat megkérdezd. Talán az elején kellett volna azzal a kérdéssel nyitnunk, hogy pontosan kiket is nevezhetünk vértanúknak, mi kell, vagy mi alapján lesz valaki azzá, illetve szerintem fontos és érdekes az a tény is, hogy például Móricz Görgeit élő vértanúnak nevezi, és ennek mi az oka vagy a miértje? Hát ennek ugye nagyon nagy irodalma van, hiszen a vértanúság az a kereszténység keletkezése óta létezik. Én azt gondolom, hogy azokat nevezhetjük vértanúnak, akik tudatosan vállalnak egy sorsot, és akik egy ügynek a szolgálatában áldozzák ártatlanul az életüket. És azt gondolom, hogy ezek az aradi 13-ak, illetve nem csak 13-ak, hanem hát ugye 16-an voltak, ők minden további nélkül beleesnek ebbe a kategóriába. Ugye, hogy választott sors volt, az is mutatja, hogy azokat, akik orosz fogságba kerültek közülük, azokat az oroszok gyakorlatilag bíztatták, hogy hát, hogyha akarnak, akkor nem fogják őket annyira őrizni. Ugye Leninget még a sógorához is hazaengedték szabadságra a kisjenői, vagy pedig a gyulai táborból. És hát ugye mások, ugye Görgei például megpróbálta rábeszélni Pöltenberget is, meg Leiningent is a fegyverletétel előtt közvetlenül, hogy meneküljenek, hiszen ők mégsem született magyarok, nincs annyira közük a magyar ügyhöz, mint a született magyaroknak, de ők maradtak. És a per során is azt mondható, hogy persze megpróbálták mentegetni magukat, de Vécsei Károly például nagyon keményen fogalmazott a bíráival szemben, tehát ő azt mondta, hogy ne próbálják meg a szájába adni azt, hogy a magyar hadsereg egy lázadó hadsereg volt, ők a király parancsára esküdtek fel az alkotmányra, és ezt az alkotmányt meg is próbálták védeni. Görgei esetében ugye arról van szó, hogy hát ő kegyelmet kapott, nem egyetlenként egyébként a fogságba esett tábornokok közül. Azért küzdötték neki az oroszok a kegyelmet, mert hogy abban reménykedtek, hogy akkor a többi tábornok, tehát akik beosztottjai voltak, alvezérei voltak, azok is kegyelmet kapnak, mert ugye az nem logikus, hogy a fővezér ugye kegyelmet kap, és az alattal élőket büntetik meg. Tehát sajnos az osztrákok nem így gondolták, tehát ők azt gondolták, hogy ha Kossuthtal meg Görgeivel nem tudnak eltérő okok miatt végezni, akkor azokkal fognak végezni, akik a kezükre kerülnek. És Görgeinek ugye nem volt ráhatása igazából a saját sorsára, és ilyen módon került bele egy olyan szerepbe, hogy ugye még a bajtársai többségét kivégezték, börtönbe zárták, őt csak internálták Klagenfurtból, 18 évig élt, ugye 1867-ig a kiegyezésig. És a kivégzéseknek az árnya az annyira rávetült, hogy az az árulási vád, ami már 1849. augusztus végén, szeptember elején elkezd terjedni az országban, az éppen a kivégzések által hitelesítődött. És hiába mondta, hogy ő ugye a Rüdiger orosz tábornokhoz írott levelében kimondottan fölajánlotta magát egyetlen áldozatként a megtorlásnak. Ugye amiatt, mert nem ő volt az, aki választotta a sorsát, ezelől nem tudott elfutni, és nem volt igazából megoldás. Tehát, hogyha mondjuk fogja magát és főbe lövi, akkor elismeri a bűnösségét. Ha nem lövi főbe, akkor meg ugye az a baj. És Móricz nyilván ezt a fajta tragikumot érezte át, amikor azt mondta, hogy Görgei a magyar történelem legnagyobb élő vértanúja. A tetejébe Görgeit hát nagyon hosszú élettel áldotta, vagy verte meg a sors ilyen módon, hiszen több mint 98 éves volt, amikor
meghalt. Állom, tetszett említeni, hogy perek voltak a várom, sajnálom. Hogy ezek mennyire voltak előre elrendelve, vagy a végeredményük? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy a 20. században megtanultuk a koncepciós perfogalmát, ami ugye azt jelenti, hogy előre meg van írva az ítélet, és néha keresgélni kell, hogy most ez a védőbeszéd, vagy a vádbeszéd, vagy az ítélet. Ugye a tábornokok esetében azt mondhatjuk, hogy volt az, hogy őket halálra ítéljék. Tehát, hogyha ha nem is voltak a részletek előre megírva, hiszen ugye a nagyperben ott volt Gáspár András, aki végül is megúszta úgymond ilyenét börtönnel, vagy ott volt Lentei János, aki megújult a börtönben, és ezért nem vitték ellene végig a pert. Azért a többség esetében kimondottan elvárt a hajnó, illetve ki nem mondva a császár és az osztrák kormány, hogy itt halálos ítéletek szülessenek. Maguk a perek magyar közjogi szempontból nem voltak szabályosak, hiszen olyasmiért ítélték el az illetőket, amiért mondjuk az áprilisi törvények értelmében nem lehetett volna. Ugye ezek az emberek letették az esküt a magyar alkotmányra, a magyar kormányra, és amikor oda került a dolog, hogy választani kellett a császárra letett eskü és a magyar alkotmányra letett eskü között, akkor ugye a magyar alkotmányt választották. Egyébként az uralkodó parancsára tették ezt meg, tehát ha úgy tetszik, az uralkodó előzetesen felmentette őket a őrátett eskü alól. Volt, aki másképp választott, ugye elment már 48 októberében, vagy novemberében, vagy 49 januárjában. Ha viszont az osztrák perrendtartás szempontjából nézzük ezeket a pereket, akkor többé-kevésbé korrektül hajtották végre, tehát senkit nem vádoltak meg olyasmivel, amit nem követett el, ami mondjuk azért a 20. századi koncepciós perekben minden további nélkül előfordult, és a büntetési tételek azok gyakorlatilag megfeleltek az osztrák katonai büntető törvénykönyvnek. Tehát ebből a szempontból, ha nem is voltak jogszerűek vagy törvényszerűek, de a saját logikájukon belül azért többé-kevésbé korrekt eljárásokról beszélhetünk, és a későbbiek esetében is ezt látjuk, tehát amikor már ugye az ezredesek, alezredesek nagyok kerülnek a hadbíróság elé, hogyha valaki legalább a hitelesség látszatával tudott védekezni, akkor a hadbíróság némi jó indulatot mutatott ebben a tekintetben. Tehát volt például egy Czámbeli Lajos nevezetű honvéd ezredes, aki ugye a 7. hadtestnek volt vezérkari főnöke, önálló különítményparancsnok volt Baján, néhány napig a végnapokban a 7. hadtestnek volt megbízott parancsnoka. Ő azzal védekezett, hogy hát ő voltak éppen már 49 májusától nem szolgált, hát nem a fenét végig volt augusztusig, és miután bajtársai megerősítették a védekezését, ezért nem felségárulásért ítélték el, aminek a ítéleti tétele ugye a halálos ítélet volt, hanem fegyveres lázadásért kapott néhány évet, és 1851-ben kiszabadult. Tehát ilyen módon az aradi vértanúk elleni pereknél az ítéletek gyakorlatilag előre meg voltak írva, de nem nevezhető koncepciós pernek a 20. századi értelme. A megtorlás bizony kiterjedt nagy mértékben a politikusokra is, bár tudjuk, hogy jobban a katonákra, a honvédtisztekre. Emlékezzünk Batthyányira is, a első felelős magyar miniszterünkre, Batthyány Lajosra is. Hát ugye Batthyány esetében érdemes elmondani, hogy ha volt koncepciós per 48-ban vagy 49-ben, az övé az viszont ténylegesen az volt. Tehát ellentétben ugye az aradon kivégzett vértanúkkal, vagy a többi pesti, pozsonyi vértanúkkal, akiket semmi olyannal nem vádoltak meg, amit nem követtek el, és akiknél figyelembe vették azt, hogy úgymond az ex-lex állapot osztrák szempontból Magyarországon csak 1848. október 3-a után következik be, amikor az uralkodó a haditörvények alá helyezi egyébként törvénytelen az országot. Tehát a korábbi cselekedetek nem számíthatók be sem súlyosbító, sem enyhítő körülményként. Ugye Batthyány esetében az történt, hogy őt a miniszterelnöki tevékenységének egy részéért is megvádolták, tehát külföldi hatalmakkal való kapcsolatfelvétel, törvénytelen újoncozás, törvénytelen bankjegy kibocsátás és egyebek, ami már önmagában érvénytelenné tette magát a pert. Az ő esetében viszont ugye valóban elvárás volt az, hogy halálos ítélet szülessen. Magát a hadbírót egyébként azzal kecsegtették, hogyha megszületik a halálos ítélet és egy kellőképpen alátámasztott kegyelmi kérvényt ír a hadbíróság, akkor az uralkodó a végén kegyelmet fog adni Batthyánynak, de hát nem ez történt, ugye megszületett a halálos ítélet, az uralkodó pedig a kegyelmezési és a megerősítési jogot is átadta Julius Hajnau táborszernagynak, aki hát nagy
kéjjel írta a Lysztor halálos ítéletet. Ezek is a vértanúnak a habitusa, a viselkedése és a hozzáállása az egész ügyhöz, az mit üzenhet a mai magyar kor fiataljainak? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye manapság azért már nem elvárás, hogy feltétlenül meghalljunk a hazáért, bár soha nem lehet tudni, hogy mi fog bekövetkezni. Ugye azt szoktam mondani, hogy csak háború ne legyen. Tehát azért, hogy valaki egyszer foglalkozott habtörténettel, az tudja, hogy annál rosszabb egy országban nem történhet, mint hogy háborús konfliktusba keveredik, mert általában ezek a konfliktusok ugye nem azokat érintik, akik a kirobbantók és a felelősök. Ugye itt az egyéni sorsnak a vállalásáról van szó, tehát ugye, hogyha egy ügyre egyszer átvettük az életünket, akkor becsületbeli dolog ahhoz megpróbálni tartani magunkat, még akkor is, hogy ebből hosszú vagy rövid távon származhat különösebb fajta előnyünk. És itt valóban a kulcs szónak az ő esetükben a becsületet tartom. Tehát ugye Leiningen, Westerburg, Károly, meg összes fokon a másik oldalon szolgált. Sok esetben akár azon a csatatéren találkozhattak is egymással. És mégis ő úgy gondolta 1848 őszén, hogy ő nem az osztrák oldalon lévő ezredéhez, hanem a magyar oldalon lévő töredékhez mondul be. Föltenberg Erdőt ide vezényelték a huszár ezredével, 48. októberében még majdnem kirakják a magyar hadseregből, mert a rajta mentén izgatott a határátlépés ellen. Aztán mégis itt maradt és végig szolgált a szabadságharcot, és hát ugye október 6-án elsőként lépett a Vitófa alá, és a többiek is minden további nélkül megtehették volna a küzdelem közben, októberben, novemberben, decemberben, januárban, hogy elmennek, és nem tették meg. És nem hagyták ott a vesztett, vagy vesztettnek látszó ügyet. És amikor 49 tavaszán győztek, utána érthető volt mondjuk, hogy itt maradtak, de nem mentek el 49 augusztusában is, vagy augusztusában sem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta kitartás a kiválasztott ügy és a kiválasztott értékek mellett, ez egy nagyon fontos üzenet az ő sorsuknak, és ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül mind szerették egymást, hogy volt szó a Lordban, is, meg Bécsei, nem voltak egymással különösebben jóban, és mondjuk mások között is voltak időnként viták, de nagyon érdekes és nagyon fontos az, hogy a perek során is soha egyik sem védekezett úgy, hogy a másikra megpróbáljon rávalni bármifajta felelősséget. Tehát ebből a szempontból is abszolút egyenes jellemként és gerinces emberként viselkedett. Nagyon szépen köszönjük, tanár úr, az igazi élmény volt. Köszönöm szépen, neked is, mert... Mint ahogy terveztem is, és elképzeltem, hogy nagyon hálás vagyok magam azért, hogy lehetővé tette tanár úr ezt a beszélgetést, ezt az interjúkészítést, és hagyj köszönjük meg a tanártársaim és az összes Batcsányis diák nevében a segítségét, hogy méltó módon emlékezhetünk is ilyen oldott beszélgetés formájában. És ezt szeretnénk átadni ennek a beszélgetésnek az emlékéül, jelképesen persze valamit. És megköszönni még egyszer tanár úrnak. Akkor mindannyian nevében szeretném megköszönni ezzel a köszönöm szépen. Kérdés, hogy fogadott minket. Jó, hát készülöm már, és számomra is nagy élmény volt. Ugye a történésznek azért az egy komoly probléma, hogy hát írja a tanulmányait, de hát ugye soha nem lehet tudni, hogy mi a visszajelzés. És igazából az ilyen személyes találkozókon látszik az, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és most itt a csillogó szemeiből látom, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rengeteg leendő értékes aláírás.